Játékosok, edzők, sportvezetők vettek részt azon a rendezvényen, amelyen a tavaszi szezon kezdete előtt az MLS megyei igazgatósága díjazta a 2015-ös esztendő legjobbjait. Ezúttal 12-en vertek át elismerést. A labdarúgás ugye a legtöbb csapatot felvonultató sportág, több mint 150 csapatunk van, hogy az utánpótlás együtteseket is beleszámítjuk, és nagyon sokat dolgoznak az ott lévő csapatvezetők, edzők, játékosok egészében, és mi úgy gondoltuk, hogy megérdemlik azt, hogy a legjobbak közül is kiemeljük mindig egyet-egyet, és díjazzuk az erőfeszítésüket egy-egy ilyen ünnepséggel, illetve egy-egy jelképes, de szép ajándékkal. Az elmúlt év legjobb labdarúgójának a tavasszal Kemecsén, ősszel pedig már Sényűn szereplő Orosz Mátét választották meg a szakemberek. Nyilván ez egyéni elismerést jelent, de ez sok mindenkit tükröz, sok edzőmet, sok csapattársamat, vezetőket, akik megadták a bizalmat és segítették a pályafutásomat. Mivel a hétvégén rajtol a megyei futballszezon, a díjazottak szombattól már a pályán vagy a pálya mellett küzdhetnek az újabb elismerésekért.